Csak két keréken felhívással rendeztek kerékpáros napot az Obó Aréna parkolójában. A rendezvény 10 órakor vette kezdetét egy ünnepélyes megnyitóval, amelynek keretein belül átadták az újonnan felállított kerékpárkarbantartó állványt. A programok egészen 17 óráig tartottak, sportbemutatókkal és oktató programokkal várták az érdeklődőket. A szemléletformálásról szól egyébként. Van egy bicikliótunk, ugye, amit nemrégiben adtunk át, a Hartyán és a Dabas összekötő bicikliót, és ehhez kapcsolódóan kellett tartanunk egy ilyen rendezvényt, ami a gyerekeket egy kicsit a biztonságosabb közlekedésre neveli, az ügyességre, hogy biztosan, stabilan tudjanak menni biciklivel, vagy kétkerekű járművekkel. Úgyhogy itt van ma velünk a rendőrség, akiknek nagyon szépen köszönjük, hogy kijöttek és erre időt szakítottak. A Tóbiás és Balambér Sportpark és a Kressuli van ma itt velünk, akiknél meg lehet tanulni biztonságosan közlekedni, illetve a programba még beiktattunk kettő extrém sport bemutatót, amit előbb itt nagyon-nagyon sok óvis meg iskolás meg tudott nézni. A sportnapot a tanítási idő utolsó hetére időzítették. Azt szerettük volna, hogy még legyen tanítás, hogy a tanárok, a pedagógusok kihozhassák ide a gyerekeket, úgysem tanulnak, már ezzel nem árulunk el nagy titkot. Szóval mindenképpen szerettük volna, hogyha a nyári szünet előtt ők egy kicsit ismerkednek azzal, hogy hogyan is közlekedjenek majd biztonságosan nyáron kerékpárral.